Nagyon gyorsan mentünk, nagyon erős meccset játszottunk így elsőre. Tényleg senki nem gondolta az első meccsen, hogy ilyet fogunk teljesíteni, és szerintem nagyon jó meccs volt ez a Debrecen, így bemutatkozóként, mint új csapat a ligába. És milyen lehet a Dunajváros? Ezért ez egy nehezebb ellenfél, mit kell róluk tudni? Hát igen, az első meccset is ugye 7-1-re kaptunk ki, ha jól tudom, de az tényleg a legelső meccs volt, úgyhogy abból semmit sem lehet leszűrni. Hát fogunk menni ugyanúgy előre, mint mindig, meg ugye, mint az első meccsen is, és megpróbálunk nyerni, vagy legalább egy nagyon szoros meccset játszani velük. Mennyire lesz más a taktika, mit gondolsz? Anélkül, hogy elárulnák ennek a részleteit? De hát én elmondom, szerintem ugyanaz lesz a taktika, menni előre, blokkok, sok lövés, gyors korcsolyázás, tényleg mindent, amit tudunk, bele kell adni. Ez a taktika szerint.